van válás, mert a párok harcolnak egymással. Érted? Mert a nő nem hagyja magát. Ez az egyenjogúság. Nem hagyom magam. Érted? Nekem ugyanúgy kell, az, hogy én legyek az első. Mondja a nő, mint a férfinak. Mert nekem jogom van hozzá, mert egyenjogúság van. És akkor igenis, én is ugyanúgy első vagyok, mint a férfi. De ebből mi lesz? Két dudás nem fér egy csárdába. Világos ez? Tehát a két erőteljes ember nem fog sokáig ellenni egymással, ha csak nem veszi magát az egyik rá, hogy enged a másiknak. Érted? Na most és az mindegy, hogy férfi vagy nő, hogy ki enged, csak a férfinek van egy olyan tulajdonság, a ősi tulajdonság, hogyha a férfinak sokat kell engedni, akkor ő úgy ki fog menekülni abból a kapcsolatból, hogy csak úgy fütyül. Érted? És ha nem menekül ki, akkor mit fog csinálni? Keres egy olyan másik nőt, aki engedi, hogy ő legyen az első ember a családban. Érted? De hát általában a nők mit csinálnak? Nagyon rafkósok. Mert kezdetben engedik. És mit csinálnak? Na majd, ha elvesz. Na majd, akkor kimutatom a fogam fehérjét. Érted? És akkor kezdődik a harc. És ez az egyenjogúság, érted? És az egyenjogúságba az emberek 70%-a elválik. Király! Érted? Tehát ne a régi nemzedéket nézzétek, ne az én nemzedékemet, ahol még jóval kisebb az arány, vagy ne az előző nemzedéket, mondjuk a szüleim nemzedékét figyeljetek meg, ahol még kisebb az arány. Nézd meg a fiatal generációt. Nézd meg a mondjuk 68 után születettek, 92-ig. Vagy nézd meg akár a 93-tól született generációt. Mert így van a generációváltás. Nézd meg. Ahogy a generációk fiatalodnak, ugye egyre fiatalabb generációt látunk, annál nagyobb a válási arány. Nem érdekes? Tehát azért házasodik össze az ember, hogy elváljon. Elég nagy ostobaság, nem? Vagy, ugye szoktam csinálni tesztet, főleg akkor, mikor sokan vagyunk a nagy rendezvényünkön, a szemináriumunkon, ahol ugye sok százan vagyunk, és szoktam egy olyat csinálni, hogy jó, akkor tegyék fel azok a kezüket, akik már elváltak. És a többség fölteszi a kezét. Nem érdekes? És akkor tudod, mi van? Hogyha mondjuk két olyan ember találkozik, aki már elvált, abban van mind a kettőben valamilyen félelem és emlék az előző házasságáról. Érted? Tehát félelem és emlék az előző házasságáról. Milyen félelem? Ugye beszéltem én már sok olyan emberrel, aki elvált, és azt mondta, hogy milyen öröm volt, mikor elvált. Tehát mikor elválasztották őket. Az volt az öröm. De előtte és utána micsoda bazi szenvedés volt. Érted? Volt öröm 24 óráig, mikor kimondták a nemet, és akkor még bulisztak is esetleg. Hú, de jó, elváltam. És mi volt előtte? Akár évekig. Mi volt utána? Főleg, ha hosszabban éltek együtt. Vagyonmegosztás, stb. Mi volt utána? Évekig előtte szenvedés, évekig utána szenvedés. Érted? És ez a jellemző. És nem hallottam mást, hogy nem volt szenvedés. Nem volt ilyen.